Plantain ez egy két hónapja működő menza, de igazából egy 20 éves története van, mert én 20 éve foglalkozom a klímaváltozással, és körülbelül 7 évvel ezelőtt jöttem rá arra, hogy gyakorlatilag csak az oktatás lesz az, amivel igazából egy fenntartható jövőt tudunk létrehozni. Ennek a hátán jött létre a Real School, a Nemzetközi Általános Iskola, aminek a célja egy olyan generáció nevelése, amelyik egy fenntartható jövőt tud létrehozni, és az alaptézisünk az volt, hogy a táplálkozás is növényi alapú lesz. Ezt egy ideig próbáltuk magunk külsős szolgáltatókkal megoldani, és aztán rájöttünk, hogy kénytelenek leszünk saját kézbe venni, és akkor belevágtunk abba, hogy egy saját konyhát nyitunk, és találtunk egy szenzációs csapatot. 2021-ben a Covid krízis után egy ilyen típusú, teljesen növényi alapú vendéglátóhelyet nyissunk. Először is kellett a biztos bázis, amit a Real School, a Nemzetközi Általános Iskola ad, az, hogy napi szinten főzhetünk a gyerekek számára. Ez volt az első biztos pont és a legfőbb motiváció, hogy megnyissuk ezt a helyet. Ezen túl a lokációnk, tehát a Graphisoft Park támogatása és nyitottsága afelé, hogy egy teljesen növény alapú kantint és kávézót létrehozzunk ebben az üzlet és innovációs parkban, ez nagyon sokat hozzátett. Nem mellesleg a bátorság, ami egyrészt tulajdonos részéről, illetve a fő csapat, az alapcsapat részéről megvolt a legelső pillanattól kezdve, és nem utolsó sorban egy olyan csapat, ami nélkül ez nem jöhetett volna létre. A mindennapi működésben többek között a kávénkat fenntartható forrásból és csomagolásmentesen szerezzük be. A konyhai hulladékot szelektáljuk és komposztáljuk, ezen túl fenntartatóság emberi mi voltját is figyelembe véve kollégáink időbeosztását próbáljuk úgy szervezni, hogy az a lehető legkedvezőbb legyen a számukra. Plantainben a fenntarthatóság egy folyamatos fejlesztés és törekvés, amin keresztül az a célunk, hogy minden nap egy kicsit jobban és egy kicsit környezettudatosabban működjünk, és ezáltal jó példát mutassunk más vendéglátóhelyek számára is. Az első és legfontosabb felismerésünk az volt, hogy egyre több ember táplálkozik növényi alapon, viszont van egy olyan csendes fogyasztói réteg, akivel nem számolunk, és az őszinte igazság az, hogy egy vegán étterembe ma Magyarországon mindössze 15-20%-ban jönnek be növényi táplálékon élő emberek. A fennmaradó 80-85%-ot azt vegyes táplálkozás, vagy úgynevezett flexitariánusok teszik ki, ami már egy nagyon divatos szó. Tehát akik alapvetően nem növényi táplálékon élnek, viszont heti szinten 2-3-4 alkalommal előszeretettel fogyasztanak növényi alapú táplálékot. Ennek rengeteg oka lehet, nyilván a klímaváltozás, a klímaszorongás egy nagyon meghatározó része ennek a mai világunkban, hiszen a ma élő, aktívan dolgozó és gondolkodó embereknek már nem csak feladata, hanem azt mondom, hogy kötelessége is egy picit foglalkozni azzal, hogy fenntarthatóbb világot teremtsünk, mint saját magunk, mint gyermekeink számára. De egy nagyon nagy részük valamilyen egészségügyi megfontolásból és nem etikai megfontolásból tér ehhez vissza, ami egy picit mondhatjuk, hogy jövőszerű és jövőbe tekintő, de igazából egy picit a múltba is tekintünk vissza. Hiszen amikor én a nagymamámmal leültem beszélgetni, akkor teljesen világossá vált számomra, hogy az a húsos világ, amit mi megteremtettünk magunknak, az az ő időszakukban 50-60 évvel ezelőtt, az heti egy alkalomban merült ki. Ha röviden kéne megfogalmaznom, hogy ma milyen a húsmentes kínálat a piacon, akkor azt kell mondjam, hogy siralmas. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek fantasztikus piaci részvők, mert vannak, csak ennek az elhelyezkedése, a töltöttsége az egész ország területére nézve rendkívül szerény. Őszintén szóval azt gondolom, hogy ma már nem egy úri huncutság az, hogy egy étterem tartson a kínálatában 10-15% erejéig étlap méretétől függően vegán, vegetáriánus kínálatot, hanem kutya kötelessége. Olyan szintű igény jelentkezett most már a piacon erre, aminek az oka az, hogy rengetegen térnek át vegán életmódra, növényi alapú táplálkozásra, számtalan okból kifolyólag, és azért ezek nem komplett családok, hanem egy-egy résztvevő egy családon vagy egy egységen belül. És nyilván bennük is megvan az igény, hogy elmenjenek egy gasztronómiai kirándulásra, egy-egy étterembe, egy-egy ünneplés alkalmából, viszont nincs lehetőségük hova menni, ahol minden egyes résztvevő megtalálja a számára kedvező ételt. Aki rövid távon is gyorsan szeretne meggazdagodni, azt gondolom, hogy annak ez nem megfelelő vállalkozási forma. Viszont aki közép-hosszú távon hisz abban, hogy huzamos, átgondolt munkával értéket tud teremteni, és valamivel jobbá tudja tenni a világot, annak ez a legjobb pillanat, hogy belépjen erre a piacra. Számításaink szerint jelenleg egy 2-5 évvel előztük meg Közép-Európát ezen a piacon, azzal, hogy megnyitottuk Magyarország, illetve tulajdonképpen Európa első vegán kantinját. Ezzel egy olyan lavinát indítottunk el, ami nem fog tudni megállni. Egy nehéz kihívással kell számolnunk, jelenleg munkaerőt erre a nagyon speciális munkakörnyezetre rendkívül nehéz találni. Ezért mi tovább léptünk egyel, és megálmodtuk azt, hogy nem csak egy vegán kantin leszünk, hanem szeretnénk egy vegán séf akadémiát is létrehozni idővel. Óriási víziónk van ezzel kapcsolatban, rendkívül hiszünk ebbe, és azt látjuk, hogy egy másfél-két év idő alatt egy ilyen típusú vállalkozás ma Magyarországon tud stabilizálódni.